Csomi csőtészt a csokoládé és traktorkerék. Sziasztok! Üdv a csatornán! Kiper jelentkezik egy következő csodálatos Farming Simulator 19-e. Figyeljetek, én nem húzom az időt, belevágok a lecsóba, mert egy csomó dolgunk van, és megpróbálok minél több dolgot megcsinálni. Ugye ezelőtti részben például már futószalag rendszert építettünk ki, annak köszönhetően végre nem kell bemernem a dolgokat, tudjátok, hogy hova. Viszont még egy dolgot tudok akkor csinálni, meg tudom szüntetni ezt a csodálatos... Na várjátok, megyek lefele, mert közben koncentrálnom kell, nem kellene beleborítani a dolgokat ide. Igen, meg tudom szüntetni én itt. Nincsen szükségünk arra a rakodógépre, tudjátok, arra a kotrógépre, úgyhogy azt vissza fogom ugratni, valamit fogunk vele csinálni, várjátok. Bazzi, ezt el se kell indítanom, azt komolyan mondod? Figyelj, én arra gondoltam, hogy ezt... itt vannak bajok azért. Hogy el kell indítanom, de kiléptem, beléptem, és úgy látom, hogy ez úgy látszik, hogy ez működik. Igen, ennek a motorja nem volt elindítva, és el kellene indítani, hogy menjen. Jó. Oké. Bár megmondom őszintén, hogy lehet, hogy az kellene, hogy arrébb járok vele. Úgyhogy ezzel megpróbálok arrébb vanszologni, vagy pedig kiszállok és elfordítom, jó? Fölveszem, várjátok, mindjárt képbe leszek ám, csak egy kicsit be van keveredve a képer, komolyabb mondom. Mert nagyon pörög. És akkor nyomunk egy B-t, és akkor innen tudja hordani? Miért nem hordja? Indulj el egy úton. Oké, elindult, de miért csak ennyit vész? Nyomjad neki, tesó, úgy. Oké. Jó, onnan is szedje, ugye? És akkor mindig olyan kell rakni, annyi lesz az egésznek a nyitja. De viszont egy kicsit lehet, hogy beljebb járok, mert ugye ezzel lehet közlekedni. De mi az, hogy indítsd el a motort? Hát az édesanyád öreg anyja az. Így elindítolak egy téged úgy, hogy megzavarodsz. Na, ugye úgy, hogy középre esek. Oké, gyerekek, akkor ez közbe tellik, és egyébként nem kell elindítani a motort, hanem úgy látom, hogy automatikusan működik. Jó, odébb kell rakni, mindig az a helyzet. Hoztam magamnak ebből egy nagyon érdekes modot, ami szerintem nektek tetszeni fog, viszont először annyit kellene csinálni, hogy itten működni kellene valami, gyerekek. Figyeljetek, én nem vettem egy vágóasztalt. Még nem is vettünk olyan vágóasztalt, ami jó lenne ennek, a földnek, már nem ennek, mert ez nem is az enyém, ez a zab van. Viszont ugye van itt kukorica földecske, amit neki alhatunk karatni ezzel, és akkor ugye, mert ugye megvettük a mellettünk lévő földet, és össze kellett szántani. Úristen, nem tudom kontrollálni, annyi mindent kellett csinálni, gyerekek. Itt meg egy picit még belepörgetünk az időbe, mert méne, hogy érjen be minden, meg tűnjön el az a köd, ezt annyira úgy se szereti az ember, a keeper ember. Így már jobban is néz ki. Ja, figyeljetek, nem permetezek. Egyébként mondtátok, hogy kapcsoljam ki a permetezést, meg kapcsoljam ki a micsodát hogy kelljen trágyázzam, nem kapcsolom ki egyszerűen, hogyha nem akarok, akkor nem permetezek, az kész, hát nem? Most egy kicsit kisebb lesz a hozom, aztán le van szarva gyerekek, nincs semmi probléma. Ezt meg hogy kellene megindítani, hogy tudjon fordulni a kombájn a végébe, hát szerintem, nem tudom, így. Jó lesz ez így nekünk gyerekek, azt majd valami kisül belőle, nem srácok? Na, csapatjuk is neki mind az állat, egyébként tudom, hogy be tudnám ezt silózni, ez tök felesleges, mert igazából van nekünk mindenünk. Hú, gyerekek, rengeteg dolgot fogok csinálni, majd egy kicsit ilyen pörgős napot fogunk válni. Én úgy érzem, hogy ez most hiányzik nekünk, hogy egy kicsit fölpörögjük, mint az őrültek. Meglátjátok, hogy mi mennyire. Egyébként arra gondoltam, ja, itt ki kellene kapcsolnom a rendezett szárszórást, vagy a rendszórást, mert ugye kellene nekünk balrend, jobbrend, széles szórás, ugye az. Aha, az a széles szórás. Nekem széles szórásra lenne szükségem most, mert akkor ugye azt csinálnánk, hogy rendsodróznánk. Figyeljetek, emögé nem tudok bedobni egy rendsodrót? Srácok, mondjatok valamit. Vagyis nem rendsodrót, hanem ugye egy szénaforgatót, mert akkor az például tök jó lenne nekem. Nézzük meg a szénaforgatókat, hogy milyen van. És akkor elképzelhető, hogy rendforgatók? Rendforgatók. Hogy esetleg tudnék egy olyat... 8 fél... gyerekek. Az a baj, hogy kielteki a TLT, lehet, hogy nem fogja emiatt nagyon szeretni, de... Hú, hát végül is megforgatjuk, azt Isten áldjon, nem várjátok, ez egy 14 méteres, nagyon gyorsan átpergetjük. Meg lehet, hogy nagyot fog venni, hogy akkor már legyen nagy, nem? Ez micsoda? Ja nem, várja, ez rendforgató. Nekem széneforgató kell, he. Hol vagy? Hát a képer itt össze-vissza csinálja dolgokat, hát mi se lesz? Na, ez mi? Kellene nekem egy...
Ez a szénforgató megforgatja a füvet gyorsabban szárad. Ez kölekeve. Ez meglódulunk, és ezt lehet, hogy utána tudnám csatolni, igaz, hogy TLT-k nincsen, de figyeljetek, ezt meg kell próbálni, mert akkor ugye meg is pörgetni egyből, az nekünk tök jó lenne. Úgyhogy akkor annyit csinálunk, hogy valamivel el kellene húzni a onnan. Úgyhogy ezt visszaállítjuk, tényleg gyerekek, pörgünk, mint a trágyaszóró, úgyhogy készüljetek föl. Itt meg ránézzünk, mi a situáció, látjátok, ez meg telik szépen. Ó, hát annyira ki van itt találva minden, hogy megőrültök. Sőt, lehet, hogy a keeper fog megörülni. Megpróbáljuk ezt elhúzni, ezzel az lenne nagyon jó, hogyha föl tudnám rá csapni. Hát de eddig még nem sikerült semmit felakasztani rá. Na bazza, nem. Mindig így örülök neki, hogy nem. Nem, gyerekek, nem tudja, nem akarja, jó. Egyébként ennek a telepjárónak annyi izéje van. Haszna van, hogy az őrül egy gyereknek. Várjatok itt, meg közben... Jaj, közben meg már 39%-on van. Megőrülünk? Várjatok, kell nekem egy nagy traktor. Egy nagy traktor. Szedjük össze magunkat, gyerekek? Szedjük össze magunkat? Ezt le kellene akasztani, ezzel el kellene menni az átrakókocsival. Föl kéne küldeni az átrakókocsit ugye az aratáshoz. Közben kellene nekem egy olyan dolog, hogy kellene a másik traktor elküldeni a rendsodróért. Valószínű, hogy nem fogom tudni felcsatlakoztatni a nem rendsodró szénaforgatót, nem fogom tudni felcsatlakoztatni a izéhez. Júj, és meg akarom mutatni, milyen modot hoztam nektek, gyerekek. Úgyhogy nagyon sok dolgot kellene csinálni egyszerre. Ezt most ezért... Ja. Oda nézzetek, látjátok a izé? Nem nagyon szereti ez a... Nem tudja még ezt sem húzni, mert keresztbe csopja a kerekeit. Nem a legjobb ez a móka, ez az átrakókocsi. De egyelőre jó lesz nekünk, viszont a izé már 57%-on van, srácok. A kombájn, úgyhogy húzni kell vele, mint az őrült. Ebben pont kukorica van, jaj, de jó. Ebben pont kukorica van, azt nézem, hogy valami van benne, kukorica van. Ugye megvettük a mellettünk lévő földet, és még hatalmasabb lesz az egész földünk, meg arra az a tehet, hogy itt is össze ki kéne szántani ezt, és akkor ezt is megvenni ott a mellette lévő, és akkor egy ilyen extrém, brutális, hatalmas, csodálatosan nagy dolog lenne itt nekünk. Nem tudom, azt a szőlőt, azt ki tudnám csapni onnan legszívesebben. Azt is kivágnám, gyerekek, viszont de ez olyan lassan megy, mint az állat. Azért kellene lehet, hogy inkább a kamionozással holdani. Mert így nagyon csodálatosak ezek az átrakókocsik, de igazából egy kamion gyors pótkocsival lehet, hogy jobban járnék, nem? Mert oké, hogy ez hány ezer literes, mondjuk ez jó nagy. Annyi előnye van, hogy ez jó nagy. De más előnyét itt most hirtelen nem nagyon látom, mert olyan lassan tudjuk húzni. Vagy esetleg egy gyors traktorra, csak ugye a gyors traktorok azok nem olyan erősek, mert esetleg a GCB, vagy pedig a nagyfent. De hát azokkal meg kidörölhetjük a segünket, mert nem fogják tudni elhúzni. Főleg ennek van egy nagyobb verziója, akkor megvan nem egy 200 tonnásat, ugye ez a 100T, gondolom a 100 tonnás verzió. Gyerekek, ez nem kicsi ez a föld már megint. Jézus Isten, és én ezt hozzá akarom szántani ahhoz. Elment az eszel a keepernek, de itt megalománia van, gyerekek, itt megalománia van, amit bírunk, azt hozzá csapjuk. Figyeljetek, ezt valameddig elhúzom, aztán megfordulunk, aztán valami lesz, nem gyerekek? Nem tudom, hogy mennyi időt fogja tudni ezt így learatni. Az a baj, vasút is mellettük, remélem nem nagyon megy rá Nem hoztam hajót, de viszont hoztam egy másik érdekes modot nekünk, úgyhogy ezt meg fogjátok látni. Jó van, ezt már megfordítom itt, aztán valami csak lesz, srácok. Talán eddig azért ki fogja bírni a kombány, ha meg nem, akkor eljövünk vele. Ugye nem is tudom, hotfonból amennyivel tud menni gyorsabban, megy, mint az átrakókocsival a Big Bad, úgyhogy még érdemesebb is vele. Még érdemesebb is vele közlekedni. Oké, itt megy az aratásunk, hogy ne termény típusok legyenek, hanem... Igen, itt elég érdekes dolgok vannak, de hát ne foglalkozzatok vele, gyerekek. Az a lényeg, hogy átlátjuk Keeper is, ti is átlátjátok, mi történik itten, ugye. Na, rendsodró. Vigyük a rendsodró. Nem rendsodró, még mindig nem rendsodró, hanem szénaforgatót. Ugye szénát kell beraknunk a TKT keverőnkbe. Gyerekek, érdekesen vettük föl. A TKT keverőnkbe szénát kell beraknunk, és elvileg akkor a teljes takarmánykeveréket meg tudjuk csinálni. Viszont hoztam az állatokkal kapcsolatban egy modot, mindjárt meg fogjátok látni, nagyon érdekes. Megnézem, nincsen plusz kezelő felülete, de úgy látom, hogy nincs. Nem is baj, mert már úgyis annyi minden van itt az F1-nél, hogy nem bírjuk kezelni. Nézzük, ez mennyire fog szétnyillani. Óvatosan, mert megkarcoljuk a
Csáva. Ja, ez ilyen böszmen a jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy duplán nyílik-e ki, de igen, úgy látom, hogy duplán nyílik ki. Lehet, hogy nem, figyeljetek, nem is azt csináljuk, semmi értelme ennek az egésznek, hogy én itten tökörészek, ezt a gépet indítsuk már meg, aztán izé legyen. Gyerekek, aztán menjen, aztán figyeljetek, ott van a Johnny, aztán azzal, hogy megpörgetem én a szénát, nem? Nem kell itten tökölni. Várjatok, van baj, úgy látom, hogy... Ez elkezdett tolatni. Igen, megint a tolatási problémákba ütközünk. Úgy látom. Na, mert ugye... Mi történik egy gyöngyös? Mi folyik egy gyöngyös? Álljunk már meg. Mert ugye nem tudja a szélét lecsapni, mert ugye nem, elég, nem olyan szögletes, mint amilyennek kell lennie sajnos. Na, engedjük bele, aztán majd mindjárt megoldja a Keeper, mert lehet, hogy azt le fogjuk szántani ennek a végét, ennek a földnek, mert az a gond, hogy itt belekeveredik, ugye? Látjátok. Az lenne jó, ha szögletes lenne, de hát az meg rengeteget elveszítünk belőle. Akkor ezt mindig elfelejtem, hogy ez ilyen extrém gyorsan ürít. Az a baj, hogy átlósan meg nem fog tudni ez izé aratni. Úgyhogy ezt cseszhetem. Várjátok, lehúzom a szélét, jó? Azt akkor meg tud talán fordulni, és akkor nem bonyolódik bele, jó? Srácok, annyit engedjetek meg a Keepernek. Nagyon gyorsan itt rendbe teszem a szélét, aztán valami lesz szám belőlünk. Mert az a baj ugye, hogy vissza akar tolatni, nem tudja kezelni az ilyen sarkos részeket, úgyhogy már megint abba a hibába esünk, hogy le kell... Ja, igen. Ja igen, azért akar visszatolatni, mert ugye itt a vonatsin, úgyhogy lehet, hogy le fogom izolni, szántani majd a szélét. Vagyis nem leszántani, hanem lehengerelni, tudjátok. Tudjátok, hogy mire gondol a képer, ne vicceljetek. Itt meg a szélén húzunk egy csikot, csak az a baj, itt a gépi munkás nem fog tudni megengedni. Mert ugye az átlósan nem fog végigmenni nekünk itt a földön. Várjál, itt mi van mellettünk? 21-es föld, ott is vannak elég nagy földek egyébként. Amint látom, mi van a cukornád, vagy mi az? Kukorica vagy cukornád, vagy mi akar, tököm akar az lenni. Jó, figyeljetek, itt ez végig sutjanak, gyerekek, ez is egy horribilisen nagy föld áll. Mármint így, ez nagyon durva nagy föld. Nem is tudom, hogy mire számítok, hogy mi lesz itt, gyerekek. Vagy pedig egyszerűen annyit csinálok, hogy nem vetem el a fégét, értitek? Nem kell nekem azt megcsinálnom, hogy én itt ezt eltüntetem, hanem annyi, hogy nem vetem el. Csak ugyanaz a baj, hogy elveti. A gépi munkás az elveti. Jó, mindegy, majd kitaláljuk, az a lényeg, hogy pörögjük, meg zajlódjanak az események. Na, nyomunk egy hármas gombot, az közben akkor itt kombinálunk. Gyerekek, mennyibe megy az izé a szójának a szója. Nagyon sok eladási pontban is ennek köszönhetően, ugye mindig van egy, ahol azért viszonylag jó árba veszik, és ez tök jó. Ez egy jó dolog, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog, mert ugye akkor tudod azt csinálni, hogy nem kell pörgetni az időt, hanem akkor instant el tudod adni. A kukoricát még meg kell nézni. Figyeljetek, kukorica nagyon nem kell semminek, ugye? Én úgy gondolom, ezt a nagy fás területet meg majd le kellene darálni. Ja, kukorica nagyon nem kell semminek, gyerekek, mivel... És nem értem, hogy... De 50-re tudunk ezzel menni. Lemegyünk a végére, 50-re gyorsan le tudunk rohanni, és akkor meg is indítom itt a... ugyanúgy visszafele. Megint 31%-a vagyunk, nincs semmi gond, gyerekek. Kézbe tartom a dolgokat, de tényleg egy pörgős gameplayt akarok már csinálni. Mostanában egy kicsit úgy leültünk. Aztán figyeljetek, pénzt is kellene keresni. Most már ugye pénztermelés meg fog indulni, több helyről is fog csurranni, csöppenni a lóvé, mindjárt meg fogjátok látni. Az állattenyésztésbe egy elég drasztikus megoldást hoztam bele, nagyon imádom, már most imádom. Nagyon érdekes dolgokat tudunk készíteni most az állattenyésztésnek kibővítésének köszönhetően. Hát ennél cifrában már nem tudtam volna megfogalmazni ezt a dolgot. Na, oké, mennyi, és akkor most már van bőven helyed megfordulni. Ugye nézzük meg a kukorica mennyibe megy. Hát figyeljetek, a kukorica, hát megy fölfele, úgyis bele kell pörgetni az időbe, ez valószínűleg egyébként nem egy olyan horribilis árba megy. Viszont a bánya az oké, hogy megy, ott nekünk van egy ilyen csodálatos kamionunk, ugye? Meg van egy, úgy van minden is, mint a bucsóba gyerekek, és meg is tellett. Látjátok, milyen szuper. Milyen csúcs, szuper. Meg is tellett, úgyhogy ezt be tudom vinni. Ugye azért akarok behordani oda. Meg ugye kellene bevinni vizet is. Azért akarok annyira most behordani, mert akkor, hogy pörgetem az időt, akkor ott termelődik az arany. Hogy legyen az, hogy legyen ott rengeteg, rengeteg alapanyag. Egy olyan, ott egy kis trükköt fogok alkalmazni.
ugye meg fogjátok látni, hanem hogy nagyon közel rakok le egy kutat, és akkor megpróbálom úgy lerakni a kutat, hogy egyből be tudjam tölteni az eszközbe, ugye, a ciszternába, meg egyből ki tudjam nyerni belőle. Úgyhogy azzal mindjárt kezdünk valamit. Hát tudom, hogy egy kicsit ilyen szimultán csinálunk most mindent, de legalább azért pörögnek az események, ugye, srácok? Azért talán nem rossz. Mit? Milyen az örgés? Sanyika, te vagy az? Mi volt ez a durranás? Sanyika meg elkezd ásni. Na jó van, gyorsan. Gyerekek, hallod, izé, ezt nagyon betettem ide. Körülbelül ilyen az egyik sor keréken mentem végig. Jó, aztán nem olyan nehéz ám ezt a szolid behordarú. Figyeljetek, lesz egy bányászkamionom, most rájöttem. Várjátok. Megnézem, mennyi van benne. Egyébként itt van ez a globál menü, csak nem használom, és hülye vagyok, hogy nem használom. Ctrl-G-vel ugye meg lehet nyitni. És akkor látod, hogy mi a szar van. És hol van az aranyfeldolgozom? Jó, inkább nem keresem meg, hát itt állok előtte. De egyébként ugye egyszerűbb, ha megkeresed. Na itt van ugye, a dirt az 30%-on van már most. És tailings, nem tudom, hogy ezt hogy ejtik. Abból van egy csomó, azt majd el kell hordani, nem, vagy ki kell, el kell adni, vagy bármit kell vele csinálni. Arra gondoltam még, hogy itt ezt a szart, mindjárt megmutatom, hogy mit. Garázs, és nálunk van itt ilyen vizet, ezt eladom. És akkor próbáljuk meg úgy lerakni a vizet. Egyéb. Próbáljuk meg úgy, itt egy kút. Úgy lerakni a kutat, hogy egyből tudjam én tölteni is bele. Meg kirakódni is, értitek? Ugye meglátj... Jó, nem lehet ide helyezni? Így. Mindjárt megnézzük, jó? Egy pillantás, gyereke. Na, ez ki is, le is rakta. És az lenne jó, hogy Na, mi van, bazze? Nem rakta oda. De jó. Na, nézzük. Mindjárt. Egy pillanat, gyerekek. Na, hol van az a kút? Hát szivatja itt a keeper a kút, kutacska. Nem lehet ide helyezni. Igen, az a baj, el is veszi ám, tudod. Ezt nem veszi el? Nem veszi el. És akkor nézzük meg, hogy az lenne jó nekem. Elveszi, ugye? Ez érdekes, csinálja néha ezt a játék, hogy elveszi, de valamit mindjárt kitalálunk ám rá. Valahogy úgy kellene lerakni, hogy ne zavarja itt a dolgokat. Szemértem mérsár, itt zöld, ugye? Ide engedi rakni. Csak nehogy megint elvegye, megőrülök akkor. Elveszi, ez egy őrület egyébként, hogy ezt csinálja. Ez egy őrület. Mekkora szivatás, akkor ne engedje odarakni, nem? Hallod? És ez, emiatt itt húzom az időt. Tökörészünk. Meg már megint biztos megint megtelett a... De nem lehet helyezni. De akkor ne... Hogy kell fordítani? De én ide akarom rakni, hát miért nem engedi ide rakni? Most mondjátok már meg nekem, megőrülök. Se fogja venni megint, figyeld meg. Nem is engedi tölteni belőle. Ezt se értem, hogy miért nem engedi tölteni belőle. Nem fogja tüntetni az él? Segítő befejezte a munkát, de most ezzel meg vadulok, érted? Miért nem engedi tölteni belőle ebből a kutból? Most ide leengedte rakni és nem engedi tölteni belőle. Először fel kell tölteni a felszerelés, nem mondott testvérem. Ja, mert eltüntette, jó.
Tök jó, áj, de jó, mert akkor az lenne jó, érted, hogy akkor nem kéne az, hogy... Na mindegy, jó, mindegy, gyerekek. Most ez egy kicsit így szíven ütött. De kellene csinálni a dolgokat, úgyhogy nem nagyon érünk rá. Ez a segítő, ez mit csinál? Mária már. Ez is itt lassan végez. Jó, ezt jó szétterítette, nem baj. Gyerekek, bocs, de most közben kellene csinálni a dolgokat. Nézzük, hogy mi a helyzet. Itt miért fejezte be a munkát egyáltalán? Ha? Srácok, ezt nem is értem. Na most ezt értitek, hogy ezt miért fejezte be? Már nincsen maxon. És hogy ez... Miért nem vissza testvérem? Érdekes dolgokat néha csinálnak, de nem baj, hogyha majd össze lesz szánva, akkor talán jól működik. Na most ez nem sikerült neki. Meg akkor jövünk a izével, Big Bandtal, azt megpróbálunk mellé állni, hogy ürítsük ki. Jó? 61%-on már jó, egy kicsit elvesztettük a kontrollt, azért van itt egy pici probléma. Viszont igen, ezt le kéne aratni. Azért ne vesszen kárba, értitek, ezt ne legyen beleszánva. Meg akkor kell venni még egy vágóasztalt még ráadásul, azért na jó van, akkor azért el leszünk itt úgy látva. Itt meg ezt mellé kéne valahogy állni, mert 20-a csapjam neki gyerekek, úgyhogy akkor beállítjuk egy 20-ra. Tempomat volt. Amire végigérek arra, na mi van? Jó van testvérem? Akkor gondold úgy, hogy megkerülné az ezt az egészet, ez nem egyszerű. Ja, mert megteltél? Appám! Hát ez gyorsan megtelte sok. Na jó, ürítsük ki, aztán csinálja tovább, mert ez így nem lesz jó. Igen, sajnos ez megakasztotta a folyamatot, hogy bagos az a lerakás. Ezt úgy imádom egyébként, hogy miért nem engedi lerakni az én területem? Nem zavarja semmilyen object. És nem engedi lerakni azt a nyomorult kutat. És érted, emiatt szív az ember. Nem azért, mert béna vagyok, hanem azért, mert bagosak a dolgok. És ez, utána megírjátok, hogy jaj, hát mert nem jó, mit tökölsz, meg nem tudod leüríteni a kombányt. Hát persze nem tudom leüríteni a kombányt egyszer. Nem jó, működik ez a hóbelebanc. Érted? Hát hogyan ürítsem le a kombányt, hogyha azzal szívok, hogy közben meg nem akarja csinálni a dolgokat. Ezt meg valahol el kell már húzni, és meg már rúgja ide is vele, bazzeg. Na, arra gondoltam, hogy kellene nekem egy kamion is. Viszont ez valami silóba be kéne öntöznöm, csak az a baj, hogy nem fog beférni, úgyhogy kapásból silóbővítést kell alkalmaznom. Hát igen, ezt meg amire lehúzom, iszonyatosan messze van. Ebbe a silóba meg hiába öntöm be, mert én úgy gondolom, hogy ez egy vasúti átrakó siló. És félő, hogy nem fogom tudni kiszedni belőle, csak vonattal. Nem tudom, nem vagyok benne biztos. De mindegy. Jó, 32-vel azért elrángatjuk, de azért érezhető, hogy... Ami induláskor érezhető volt, hogy azért itt azért már kezd kellemetlen lenni neki a Big Badnek is az a 100 tonna. Ugye? 100 000 liter, hát ez körülbelül 100 tonnának is felel meg, jó is van kb. Megadva. Figyeljetek, beöntjük a silóba, aztán jó világ. De viszont mindenképp kellene egy kamion nekem még, amivel hordom majd a cuccot, mert ugye ezzel például nem fogom tudni eladni egy csomó eladóhelyen. Úgyhogy ez, át kell gondolni itt a dolgokat, srácok. Sőt, az lesz kapásból, veszek egy kamiont, és azzal fogom üríteni már a kombányt, és akkor ugye, mert amúgy sem fog beférni a silóba, és akkor ugye abba is rakom, és akkor egyből eladom, és akkor onnan a silóból is ki tudom venni azzal a kamionnal, egy félpótkocsival, az tök jó az a kamion, csak akkor csinálunk egy, veszünk egy zöldet, zöldre festettet, és akkor azok lesznek, a zöld lesz a mezőgazdász, a sárga lesz meg a bányász. Oké, gyerekek, ez valahogy így fog felépülni. Mondjuk nem ártana levinnem ugye a bányászkamiont, megtölteni még szoillal, mert akkor ugye az is menne, csak hát nincsen idő rá, mert már 26%-on van az a rohadt. Mi az? Mi az, gyerekek, ami 26%-on van? Ami már 28%-on van? Hát igen, az a cucc, az mi ott van. Gyerekek, ezt kijönteném a földre, mekkora depó lenne, hallod? Ez azért így addá, nem? Mármint annyira nem adná, de azért jó nagy lenne. Oké, nyissunk egy csövet. Aztán engedjük be a silóbát. Fele se fog beleférni, kapásból megyünk egy izéért. Egy kamionért, úgyhogy megint pénzköltés lesz. Gyerekek, de legalább azért valami majd vissza fog csúrani, cseppenni ebből a sok
Gabonából, amit ugye? Már, ilyen jó. Oké, már megyünk is, aztán veszünk egy kamiont, mert ebből nem lesz olyan, mert nem élünk így meg. Terrorautóknál egyébként nézegetem, vannak ilyen csodálatos nagy dögök, de viszont ez... Gyerekek, várj, ez hány literes? 45 ezer literes. Mondjuk 45 ezer liter az nem kevés. Azt úgy valljuk be, ugye? Azt úgy valljuk be, hogy 45 ezer liter az nem kevés. Ez meg viszont 49 ezer literes. És mindent is tud vinni. Hát 49 ezer liter, az nem rossz szám, gyerekek. Ordani. De figyelj, az az igazság, hogyha eladásra megyünk, akkor minél nagyobbat kellene vinnünk, nem? 60 ezer literes, oda nézzé, tesó. Az elég böhöm. És a másik az meg 70 ezer literes. Ja, de viszont az elég univerzális lenne. Ugye nyergessel azért több dolgot lehetne csinálni. Nem tudom, én hajlok a nyerges fele, viszont meg ez a kamion, ez azért elég bedesz, nem? Akkor legyen egy zöld, gyerekek. És a zöld az lesz a melós kamionunk. Oké, gyerekek? Legyen az. Mit kellene? Kerékmárkát. Egyébként ez a kerékmárkát szerintem mehetne. Emergency lightot, mit dobjunk rá, gyerekek? Alapértelmezett. Ja, izé, aha, X-strobe. Ja, itt az elején, ami van, azt írja. A lift. Emeljünk rajt? Szerintem ne emeljünk rajt, mert az volt a baj, az a baj, emelsz rajt. A kidörgők azok legyenek jó nagyok, ugye. Légszűrő az amerikai stílusú, vagy nem tudom milyen stílusú akar az lenni. És wow, tekem egy olyan, hogy motorbeállítás az legyen a legerősebb szerintem. 1100 lóerő. Oké. Okay. Ezt megvesszük, és akkor veszünk el emögé egy jó nagy pótkocsit, aztán akkor azzal el leszünk-e? Azt akkor már nagyon nem költekezünk. Mindig ezt mondom, azt minden részben egyre jobban elverem a lóvét, ugye? Jó. És akkor ebből is szerintem egy ilyen zöld legyen, aztán akkor ez lesz a... Így akkor vágjuk, hogy mi a téma, érted? Oké. Okay. Na gyerekek, és már is 65%-on van, úgyhogy ez tök jó. Na ebben meg mi, nem is marad benne? Várjátok, akkor viszont a izében gyorsan megnézem, hogy a kukoricával hogy állunk. 113 ezer liter, jó, 200 ezer literes ez a cucc, úgyhogy akkor tök jó, mert belefért. Viszont mindenképp kellene menni, mert ugye hordani valamivel kell. Jó, eddig oké. Okay. Eddig most úgy kezdjük kontrollálni. Az a baj, hogy... Nem, ez olyan lassú, mint a detű, gyerekek, menjünk a kamionnal, amúgyis be kell hoznom a kamiont, úgyhogy akkor gyorsan. Azért az ott van. Azért ott van, gyerekek, 78%-on van. Szerintetek oda fogunk érni? Hát így nem, hogy nem tudunk rátolatni. 80%-on van, most meg akkor meg, amikor már jöttem ki alul, akkor tetszett neki. Oké, gyerekek. 83%-on van. Toljuk neki. 80%, nem fogunk odaérni, az már biztos. Majd próbálkozunk. Milyen motorfénk van, figyeld! Milyen dudája van, már egy kürtje, ezt meg kell próbálni. Végre normális kürtje, normális járműve. 88%, még odaérünk, gyerekek. Oda nézzé, 148-al. Nick, ez nem volt rossz, na. Jöttem, barátom, jöttem. És az a jó, hogy kilöki egyből, érted? Oda néz, hogy ürít. Nem ám 3 év alatt. Figyeld! Ez mennyire baba? Hogy így kicsapja magából? Ja, de kicsapja magából, ez lehet, hogy egy kicsit kétértelmű volt. Na, hát igen, ezzel lehet haj gyerekek vinni, nem? Teljesen fölösleges az átrakókocsi. Az átrakókocsinak értelme nincsen, gyerekek. Észrevettétek? Hát ez mi értelme van? De ezzel érted, hogy leviszem Kenyába fél perc alatt. Egyébként 50%-on van, még nem is annyira kellene vinnem Kenyába fél perc alatt. Na, hol tartottunk, gyerekek? Akkor most már lehet egy kicsit mással is foglalkozni. Úristen, mit csinálsz, Keeper? Mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Jó, a vízzel majd kell valamit csinálnom. Sajnos nem nagyon akarja lerakni. Itt majd rá kell jönni, de addig vigyük le azt a pótot, aztán töltsük már meg, nem? Legyen már valami hasznunk. Meg az állattartással kapcsolatban is ugye meg akartam mutatni, hogy mi az, ami újdonság.
De ma mindenképp az állattartást be akarom indítani, úgyhogy termeljenek is, mert a drogot is most már lehetne lassan termeszteni. Mert ugye akkor már megvan hozzá minden is. Viszont rengeteg pénz bejön ám egyébként a gabonából, amit el tudok adni, ugye bab, meg a kukorica. Egyébként van még árpám, és az árpát azt nem akarom adni, ugye a tyúkoknak ott ez jó lehet. Szóval azért van itt minden is. Itt a bányász szekció egyébként tök jól megy szerintem. Jó, gyerekek, fiú, ameddig ott működik, addig akkor menjen, nem? Aztán jó világban. Jó, ameddig működik. Nézzük, mi a helyzet itt. 27%, semmi probléma. Látjátok, és most már meg tud fordulni a végébe. Össze kell szántani, úristen. És még mindig szegény izével, John Deere még mindig itt állunk, nem haladunk. De most már talán odaérünk. Akkor tudok vele foglalkozni. Oké, jó. Nincsen semmi gond. Viszont az a szállítószalag az szerintem egy piki ötlet volt. A kamionváltás az nagyon jó, az átrakó kocsi az egy halál. Ez a kamion dolog, ez böszve jó, úgyhogy az átrakó kocsi az menni fog a háztól, úgyis üres. Nem érdemes, gyerekek. Így meg valami gyors jármű kéne, És hogy belassultunk? 150-re mentünk az előbb, most meg 32-vel. Hát, ez nem barát, te. Jajjad, mikor érünk oda? Úristen, nem? Jó, figyeljetek, eladjuk a kukoricát, meg majd a babot is mindenképpen. Aztán lesz pénz lóvére, nem lesz egy probléma. Hát, érjünk már oda, testvérem. Nem tudom sodrózni, vagy izéni, Nem sodrózni. Forgatni tud-e a gépi munkás, majd mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül, mert akkor neki indultam a francba, aztán addig tudnék más csinálni meg én. Ah, jó nagy ez a siló, 200.000 literes. Jó lesz ez, gyerekek, jön egy kis pénz befele, hogy ne csak kiadás legyen, hanem bevétel is. Ezt valami lesz. Na, megpörgetjük. Ezt még nem is csináltam, szerintem 19-ben annyira el volt hanyagolva. Marjacok, itt gondolkodik a képer közben ezerrel. Jaj, te fiú, mi van itt? Na, ezt visszaállítás. Erre nekem nem lesz szükségem. Na, nézzük, mi a szitu? Mi a szitu vagy? Sikerült nem megfelelően ideállnom. Ja, majd a képer odaállnám. Ideáll. Ez nem biztos, hogy ezt fogja tudni csinálni, kíváncsi vagyok. De, bazza, csinálja, jó. Na, nyomjad neki, babám. Oké, jó, van, ez megcsinálja. Levisszük onnan a kaszát. Levittük a kaszát, már levisszük a kaszát. Félreállítjuk. Ah, egyébként tök jó, hogy itt. Igaz, hogy egy kicsit így rendetlenül vannak a dolgok, de legalább ilyen. Egy helyen, nem? Ez így. Nincs olyan túl sok gépem, de. Figyeljetek, ez nem olyan rossz szám, ez nem olyan rossz. Ezzel még vissza kell kanyarodnunk. És akkor azt csináljuk, hogy ebbe beleürítjük a maradékot. 65%-on van. Be is fog, lehet, hogy elég is lesz neki. Azt a betyár, azért itt mennek a műveletek, gyerekek. Mindjárt kiürítek le, francokat nem ürítek ki. Majd megfordul, azt kiürítem. Azt a kell jönni összeszántani majd, hogyha ezt is learadtuk. Hát ez nem lesz kicsi föl. De viszont itt tök jó, hogy nem 8 kombányra nyomjuk, nem? Nem is tudom, ki írta. Hú, baze. Sebő Zsolt, talán nem tudom, te írtad, de valaki írta, hogy csinál, figyeljetek. Ezt be kéne adni, nem? Mármint ezt az átrakókocsit, nem tudom ezzel fölemelni. Nem hiszem, ez semmit nem tud bizonyítani, húzatni. Mondjuk ez aztán erre kemény lenne, mi? Gyerekek, bedobom, jó? Vagy ne az legyen, hogy izé. És egy traktort azért ne kelljen idehoznom, érted? Na. Hát ez is 100 000-ben volt. Aztán nagy szarra való. Figyeljetek ezt a izét. Hát jó, meghagyom, meggondolom. Arra gondoltok, hogy ez így megy a stílushoz. Meg él. A automatomatorintítást annyira megszoktam, hogy nincs, hogy már tök el vagyok anélkül. Gyorsan, mert mindjárt fordul. Ott kell lennünk. Jöttem, ürics!
Ez olyan jó, hogy olyan gyorsan őrít hallan, hogy ez őrült jó. Mondani. Figyelj. Kis ment belőle majdnem mind. Ez már bele fog férni, 18%-on van. Oké, tökéletes. Akkor, gyerekek, mi az, amit kellene csinálnunk? Meg kellene nézni, mi a helyzet a bányában, ugye? Ó, odarébb, ilyen jó. Oda nézze, és mindjárt 70%. Viszont a izével kellene valamit csinálnunk, ugye van itt ez a... mi az? Ő vele. Szerintem ő az egyáltalán nem fog kelleni ide már, ugye? Ezt jól gondoljuk. Úgyhogy húzzunk a francba már vele, nem? Srácok. Ezt vigyük már innen, vagy nem tudom, ez nekem annyira nem fog kelleni itt, én érzem. Mindjárt kiürítem a kanalát, aztán tüntessük el innen. Lehet, hogy máshol fog kelleni, de itt baromira nem. Bevigyük a telepre? Vagy adjuk el a francba, nem? Figyeljetek, ez egyelőre nem kell. Majd veszünk egyet, vagy nem tudom ezt kiürítani. Aztán adjuk el, jó? Bocsi gyerekek, de ez tök nem kell. Mondtam ugye, hogy most pörgési van. Akkor pörgési van. Fűrész van, csoda dolog. Aki pörnyára, néha csorog. Ezt tehetek. Próbálom összeszedni magam, tényleg. Higgyétek el. Mármint, hogy egy kicsi pénzt termeljünk, de eddig nulla eurót termeltünk ebbe az új mapon, de higgyétek el, hogy meg fog térülni itt a vállalkozás. Mert hogy 175 ezer volt gyerekek el is. Ezek mind ilyen nagy, elég nagy pénzek voltak. Na, nézzük még át egy olyat, hogy garázs. Jó, kell, hogy mi az, ami nekünk annyira nagyon nem kell. Igen, és kell vennem egy izért, viszont egy vágóasztalt neki. Kell. Vajon mi ez? Ez mi? Mi a szar ez? Hol van? Ez nagyon nem kell, nem tudom, hol van egyáltalán. Nem tudom, még jó, hogy ránéztünk. Jó, kell. Van egy vágóasztal valahol, ami nem tudom, hogy hol van. Mármint így, mi a szar? Hát eladjam úgy, azt akkor nem kell keresgélni. Lehet, hogy eladom úgy. Viszont el tudom úgy adni? El, ugye? Eladás. Jó van. Nem tudom, hol volt. De úgy érzem, hogy nem kell. Ez meg, aha. Megfeneklettünk. Megfeneklett, nem tudta, hogy nem tudja, mit évő legyen. Szerintem az lenne jó, hogyha kukorica évő lennél. Nem, egy kicsit belebonyolódott. Hát nézzük el, neki gyerekek biztos a fáradt, nem tudom. Egy kép szélét így lecsipem ilyen. Ezért kicsit így hegyesebbre, vagy laposabbra. Jó? Aztán lehet, hogy visszafordítom, nem tudom. Valami legyen, gyerekek. Menjél neki, ahogy akarsz, jó, tesó? Úgy is, ahogy szeretnéd, tényleg. Rád bízom, csak valami legyen már veled. Mi az, amit akartunk, gyerekek? Igen, megy a sodrózás, ugye? Vagy a... Igen. Viszont egy ráncsodró is kéne, hogyha nem ahogy akarom összekapni, hogy megbolonduljunk. Úgyhogy, hát igen, sajnos a pénzköltés az van. Srácok. Viszont most már tényleg rendforgató kell. Ez mi az édesanyja? Ez 9 méter, 14. Ez miért jobb? El a nagy dökke le! 14 méter, vasallás. És mivel hozzam el? Most már tényleg nem lesz traktorom rá. A Big Bad az lehet, hogy nem fogja tudni elhozni, azt vágjátok. Meg azzal hozzam el. Vegyünk már valami kicsi gépet, ilyen rendsodrózás, meg ilyen hülyeségekre, viccauráltak hozzá. Valami kis egyszerű, kis szuper jó kis traktort, ami valamilyen szinten azért retro is, de azért el is viszi a dolgokat. Élném, nem? Régi, mondjuk van izénk. John Deere-ünk már van, gyerek, a fiatagrit mindig annyira mondtátok, hogy az húre jó lenne. Úgyhogy akkor nézzük már egy fiatagrit. Azt tényleg úgy mindig így javasoltátok, hogy ez legyen már. Az mi ez? Ha? Jó, hát ez nem kell. Tervezés. Erdészeti, homlokcsatló. Hát annyira nem fogok szerintem.
White Tires. Jó, legyen ez. Fiatagrit annyira mondtátok mindig. Legyen. Jó, hát igaz, 40-re tud menni, de... Tényleg, tényleg, azt annyira javasoltátok, és annyira szégyeltem már magam, hogy soha nem veszek. Azt a betyár, milyen izéje van, hallod? Milyen húzatja van, ilyen turbo hang. Te édes Isten. Ezért emlékeztet, van itt egy Steyr turbo faluban. Annak van valami hasonló hangja. Ó, azt a betyár. Ez jó. Ez jó, dinamikusan megy, meg olyan hangja van, mint az Isten nyila. Jó van. Figyeljetek, egy kis traktor azért nem árt, mert azért néha vannak ilyen kisebb műveletek, lehet, hogy a Johnny nem lesz szabad, akkor ne az legyen, hogy mindig a izét rángatjuk. Úgyhogy ne Big Bad-dal akarjunk izélni. Izét rencsodrózni ma. Tök nagy a látótávolság, bár az lehet, hogy játékbeállítás van, de például nézzétek, ott van az a vasúti híd ott távolba is tök jó rész ki, nem srácok? Jó, hát az is 43-ban megy, de most mit akarunk tőle, érted? Ugye megcsináljuk. Remélem, nem is figyeltem egyébként ennek a rendsodrónak mekkora kell, de remélem, hogy el fogja rángatni. Gyerekek, itt menjünk már be. Mondjuk nagyon nem rövidítesz, mert akkor meg ott a földnek a szélébe mész. És még mindig nem mutattam meg az állatokban, hogy mi történik. Nagyon be akarom már a szénát rakni, hogy tudjak teljes takarmánykeveréket csinálni. És ide is kellene egyébként egy izé. Hú, gyerekek, ide jó lenne volna a bányagép, ugye? Ide lett kellene volna a bányagép, passzai. A végén még meg kell mennem újra, akkor megőrülünk, gyerekek. Viszont van jobb bányagép, lehet. Majd mindjárt megnézzük őket, gyerekek. Na nézzük, itt ezt például meg, vagy mi a szitu. Ez remélem, hogy el fogja rántani. Azt a betyár, ez nem kicsi, ugye? Ellenben nagy. Jézus Úristen! Éppen a izé alakul át a... Mi az a... Az igen. Te jó van, na. Fuga. Jó, hát ez tökéletes szerintem, gyerekek. Ez tökéletes neki. Na, szép kis szénarendeket alkotunk. Figyelj, várjál! És ezt tudja csinálni? Nem mondod, gépi munkás? Rég, nem tudom melyik részben, még nem tudta, 15-ben vagy valamelyikben. És viszont a szalmát is érdemes lenne akkor rendsodrózni, meg minden, nem? Lehet, hogy érdemesebb lenne, mint... Ja. Ez jó, oké, figyeljetek, akkor viszont én meg jöhetek, mi várjál, mi történik, mi folyik itt Gyöngyösen. Ezt meg kellene csinálnom, mert itt ezt már 26-szor fog belebonyolódni, és ez lehet, hogy nem biztos, hogy nekünk így megéri időbe, vagy mindig odébb állítom. Jó, csinálja meg a izét, csinálják meg a... Forgatás, rendsodrózás közben én ezt itt learatom gyorsan, aztán majd le fogjuk adni, de igazából nem sürget minket, nem hajt a tatár, hogy most nem izére kell, nem kenyérre kell a ló, és szoktam volt mondani, úgyhogy mindjárt ezt lecsapom, né, azt a maradékot is, mert én, úgy, a pár liter is azért lehet, hogy számíthat. Itt ezt a kis csikot ezt hagyom, mert a rossz, jó van, írjunk bele. Jó, és akkor ez bele is fog férni, gyerekek. Vissza kell mennünk, azt ugye úgy, amúgy is kell hozni a nagy vágó. Úristen, mekkora vágóasztala lesz? Nem is használtuk még ugye a motollás vágóasztalunkat. Viszont ennek a fordulókörre, ennek a kombájnak ez egy brutális. Oké, hogy a többi kombájnak is ugye, mivel hardshockerék kormányzásúak általában, sőt minden, talán mind. De ez is nézd meg, hogy így jó, most elég szarul csinálta a keeper. Mint a kígyó az, mint a szerem szétett az egészet. Jó, gyerekek, ami marad, az marad. Nem fogunk vele tökölni olyan túl sokat. A pörgési van. Oké, figyelj. Ez nem fog beleférni másba. Nagyon gyorsan visszamegyünk. Vissza kell úgyis menni mindenképp. Várjál, mondjuk itt a bolt, ugye? Ah, nem egyszerű az élet, ki kell logisztikázni itt a dolgokat. Figyeljetek, itt mondjuk a boltban meg visszafele vissza tudom ugratni, úgyhogy nem érdemes spórolni itt a dolgokon. Menjünk ki.
beürítjük a csillóba. Várj, ezt össze lehet csukni, nem? Azt a vágóasztalt, ja. Így jól sejtettem. De várjál, valami piros vágóasztal is volt valahol félreragva, vagy pedig ez az? Ja, lehet, hogy ez az. Nem, nem ez az. Volt egy piros vágóasztal is valahol le van csapva. Földhöz van várva valahova. Ami nekem nem is körül. Mert ugye még az előző kombányhoz lett véve. Úgyis ezt használjuk, mert ez epic jó egyébként. Ja. Azt akarom mondani, azt akartam mondani, hogy hűhajtát fogunk férni, azt nagy lószar. Na, nem mondod, hogy nem fér át. És itt izéljetek, így tornázhatom át magam. Nem fér át, Dezső! Dezső nem fér át! Pont nem, hallod? Ilyen... Nem mondod. Megpróbálom, hát nem ízled le, nem ízlek el, hogy nem fér az át. De ez pont nem fér át itt, hallod? De mindjárt ki... Faszuljokat, mindjárt kivágom. Édes anyjuk. Valag át azt. Nem fér át. Egyszer a jobbik oldalba, egyszer a bal oldalba akad be. Hát ez tök jó, meg ez ki van számolva, ecsém? Na végre átmentünk. Ha, megőrülök. Jó. Na, nem tudom, órát nyom a vágóasztalt, majd valahol föltöverjük. És te először... Sőt, ide ledobom szerintem. Ja, a fék az nem igen akar működni rajt, mondjuk rajtunk van vagy 30 tonna termény. Belengedjük. Ez a mozgás elég esetlen. Mármint, hogy nem olyan lassan megyünk bele, de a mozgás az elég esetlen. Olyan... nagyon kígyózós. Oké, okay, jó, oké, okay, várjál már. Mi az, amire szükségünk van? Mi történik itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Mármint mi a szar van így, gyertek. Ez nem mondott, hogy ennyi volt, meg föladtad a harcot? Drága barátom. Pedig olyan jó bíztam benne, tényleg. Miért? Miért gondolod úgy, hogy nem akarod tovább csinálni? Nem szeretnéd? Nézzük. Hát ennél jobban még nem sikerült megindítanom a gépet szerintem. Na, hát nem tudom, hogy miért gondolta, úgyhogy nem akar tovább dolgozni nálam. Pedig olyan szépen csinálta, és most is milyen szépen csinálta. Azt a betyár, milyen szép rendet. Milyen szép rendet csap, gyerekek. Na, viszont, hogy ne unatkozzunk, megint van egy csomó feladatunk. Például ezt a gépet vissza kellene ugratnunk a bolthoz. Azt a betyár. Visszaállítás. És nyomnánk egy visszaállítást ez a krénen, nézzétek, ami itt van. Ez ugye boltnál elég érdekesen néz neki biztos. Mi? Na, megnéznétek, higgyétek el én is, csak lehet, hogy nem tudnék vele mit kezdeni utána. Mert hogyan viszem vissza, érted? Visszaállítom, visszaugratom a bolthoz utána, meg mi el kell vele gyalogolnom aráig? Vagy el kellene menni a hárommal? Ez visszaállni a helyére? Elég érdekes lenne, nem gyerekek? Na, arató szerkezetek, gyerekek, itt van. 92 ezerbe kerülhet, szép darab, szép sárga. Viszont meg amit még akartam nézni, hogy itt a garázsban nekem mint, hogyha láttam volna valami nagyon hülyeséget, ami... Itt van-e? Ez nem, ez a korkutterjére, cutterjére. Érdekes, hogy úgy van összecsukva, hogy egyébként nem lehet összecsukni, de hát hiszük neki, mert nérne. Oké, okay. Tudom, hogy a bányában is lenne már dolgom, de viszont a keepernek itt mindenhol van dolga. Szóval van itt nem feladat, nem kevés, de viszont sok. Úristen, hogy indul ez gyerekek, mint a Millennium Falcon. A hangját nem tudom, mennyire hallottátok. Lehet, hogy jobb is, hogyha nem. Aha. Mondom, én itt okosba bejárok ide. Úristen, hát igen. Nem nekünk tervezték ezeket a dolgokat, gyerekek itt. Nem nekünk. Megint a dupla szárnyú üvegajtót, azt kicsaptuk, mint a szart. Oké. Okay. Akkor, megpróbáljuk kinyitni, megnézzük, hogy ez így... Azért ez így elég barátságos lesz ezzel arra, én úgy érzem. Ez hány méter volt? Ilyen 18 körül, vagy mennyi? Csukodj össze, öcsém, mert mindjárt ide jön az autó. Az autó!
Jó, oké, minden oké, ugyanúgy onnan fogom indítani föntről majd. Hál' Isten szójabab, tehát nem lesz nagy hozam, tehát nem fog megtelenni olyan irdatlanul gyorsan, szóval az jó, az jó. Az jó, mert azért ahogy tellett eddig, ez nem volt egy jó, nem volt egy barátságos dolog. Azt utána, ha leharadtunk, akkor összeszántás lesz, tudjátok, meg lehet, hogy még hozzácsapunk néhány területet, mert azért fő az, hogy minél nagyobb legyen szerintem. Úgyhogy ezt itt összeszántam, eltüntetem az utat is, mindent így ki fog menni egész addig, egész onnantól. Egyik vasútparton a másik vasútpartig fog itt húzódni a terület. Itt már ugye elég szépen néz ki, de akkor itt hozzá lesz így csettintve, itt lehet, hogy lehengerelem, hogy jó legyen, jó nézzen ki, aztán az meg így jó minden. Minden is tudom indítani, úgyhogy ez jó position lesz. Szóval innen arra, tök mindegy, hogy onnan erre, vagy innen arra. Ide befarulunk szépen. Hogy? És akkor innen indulunk arra szépen ederre. Annyit kellene még csinálni, meg kellene néznem a bányát. Hát, meg nem, meg kéne néznem nekem. A legfontosabb itt lenne, hogy ez mit fog csinálni. Úgy látom visszafordult. Ó, jó, a legelső körben nem akar visszafordulni. Lehet, hogy ezt fogom először megoldani. Mi is itt a... Igen, ő megvan. Félreállok vele. Összecsukjuk. És... Össze kellene hamstereznem a szénát, ami nem lesz könnyű, vagy nem lesz nehéz most, azt akartam mondani, hogy nem lesz nehéz. Ja, itt egy kicsit majd valahogy kialakítunk ilyen parkolóhelyeket, amiben berakjuk a gépeket, jó? Mert tudom, hogy ordinári rondaság van. Így értek el, hogy majd fog ez változni. Hoppá. Hát ezt kiborítottuk volna, ezt a bodegárt, mint a szart. Na, összekapjuk, és akkor elkezdünk TTK-t, teljes takarmánykeveréket keverni a géppel. Kíváncsi vagyok, hogy akkor ez működni fog. Ugye, odaállok, szerintem a TTK-t ugye még nem engedi kivenni, de hogyha már ugye beordom neki a szénát, akkor utána már igen. Mindjárt meg is nézzük, kipróbáljuk, jó srácok? Hogy akkor itt elvileg ugye ki tudom menni majd a TTK-t. Na nézzük. Beférünk alá? Csővel. Csőval. Na hál' Isten, azt meg a legjobban szereti a kípő. Ez megint a legjobb. Ez a legjobb gyereké. Ez jó lett volna, ha befér alá. Nem hiszed el, esküszöm. Esküszöm, ez komolyan mondom gyerekek, hogy a szemem megáll, komolyan mondom, meg tudok őrülni ettől. Még most ki se tudok innen vanszorogni, mert a tattor is olyan, hogy figyelj, egyszerűen ez a lehetetlen, hogy pont meg tudod szivatni magad, hogy ilyen 20 centi múlik, érted? Hát általában 20 szinten sok minden tud múlani, kérdezzétek meg a lányokat, ugye, de akkor is. Meg annyi, menjél már ki innen, most ezekkel szenvednem. Érted? Mindig a keeper úgy rácseszik, hallod, mindjárt olyan rage-et levágok, hogy meg a szemetek megáll, gyerekek. Hát nem hiszlek el benneteket. Meg most, hallod, most pont úgy száll ki, figyeld! Nem most nem, hogy olyan a hátsó kerék meg a pontkocsik azért beékelődött. Hát majdnem, mondom, megőrülök már. Hát nem hiszem el! Hát komolyan mondom, ilyen lehetetlen. Várjál, nem figyel, nem fog velem kicseszni. Most mondjatok valamit, érted? Hogyan lehet ilyen hülye valaki? Hogyan változtat át ez? Meg menjünk innen. Hát hallod, mindjárt csinálunk egy ilyen bejáratot, ilyen mélyedést oda. Hát nem tudok mit csinálni, most azért vegyek már megint egy pautkocsit, érted? Mondjuk azt a bányagépet esetleg. És azt megyek egy bányagépet, mondjuk az a baj, egy bányagép jó lenne, vagy pedig ugye innen két dolgot tudok csinálni. Vagy szállítószalaggal, egyébként a szállítószalaggal a koszt is fel tudnád ugye termelni a föld, de nem olyan jó az. Szállítószalag lenne jó, vagy a bányagép. Figyeljetek, vegyünk egy bányagépet, mert igazából van egy olyan feelingje annak, meg nem? Már hol van az? Gyerekek, ez?
Ezt ki próbálunk, igaz, hogy 1,7 millióba fáj, kicsit, mintha húznák a fogamat, hogyha ezt így meg akarnám menni. Viszont itt volt ez a Hitachi, tudod? Ez mekkora kanala van a Hitachinak? 14 ezer literes, 10 ezer literes. Ó, nekünk jobb is, tesó! Hol volt az? Kerekes rakodók. És még vehetem vissza Caterpillart, mi? Be fog férni a kanala ide? Ha nem, akkor meg megőrülök. Jó, aztán ott adjam meg, hogy megveszük újra, hát gyerekek, valamit valamiért, és akkor kerekes rakodóknak kellene az ideje. Hol van ez? Lopat, 3200 literes, Caterpillar 25000 literes, na ezzel felkapom az egészet, öcsém. Meg akkor ebbe tudok TTK-t is engedni, érted? Azért, hogy gondoltam, hogy ez nem lenne egy utolsó szempont. Csak azért egy kicsit szomorú vagyok, megmondom őszintén, hogy az előbb vettük meg, érted? Vagy adtuk el. Hát nem lett volna ez nekünk jó, hogyha nem adjuk el. De figyelj, van egy olyan sandagyarum, viszont ezzel egyébként a jövőt is jól lesz tiporni szerintem. Figyeljetek meg, be fogok szívni olyan szinten, hogy meg fogtok vadulni. Nem fog beférni, fogadjunk meg kanala a kettő jövőt közé. De befér, mert a... Be fog ez férni. Ha nem fér be, akkor ilyen egyszer kimúlik. Na úgy értem, amit tudod mi alá. A... Bunker silók közé. Meg akkor ugye ebbe bele tudom engedni a TTK-t, na az volt a lényege. Hogyha ki akarok venni valamit a silóba, 25000 literes kanál azért az nem egy olyan kicsi. Hogyha be kell borítani majd az állatoknak egy adagot, érted. Na, valami ilyesmibe gondolkodik itt a keeper. Úgyhogy ez marad a telepen ez a cat. Mert kár volt eladni. 8 milliónk van gyerekek, 8 milliók van. Az alá már semmiképp nem megyünk. Jó legyen ez, hogy az alá 8 millió alá nem mehetek. Mindenképpen pénzt kell termelnem, 8 millió alá nem menjünk, ne az legyen már, gyerekek, már elfogyasztunk egy csomó, nem is tudom mennyit, már 5 milliót levertünk magunkból, aztán még mind van, semmink nincsen. Hova ment el 5 millió egyáltalán? Hova a francba küldtem el 5 milliót? Azt még nem tudom megmondani egyébként. Egyébként ez olyan hirtelen fordul, hogy majdnem fecsavarodtam a saját teggelyemre. Majdnem a takony kivitte a szélvédőt, amikor fizetették ezt. Na! És akkor ugye, ami van benne, teljes takarmány karrieré nincsen. Szalma van. Széna nulla, szilás nulla, abrak nulla, teljes takarmány keverék nulla. Ugye? Kellene nekem bele ilyen, meg széna. Várjál, ezt, hogy nyomjuk bele a szénát, jó? Sanyika, milyen bűnöset figgottál, nem? Megőrülök tőled. Durrantott olyat bazzel a szemem mindjárt. Tiszta vörös. Tudjátok, van a TikTokon az a Why so spicy? Na körülbelül úgy nézek. Azt a betyár, ez tényleg... Sanyika, mit csináltál? Ez itt fekszik alattam, halljátok aztán ilyen prüttyögő hangot a segge. Az igen! Hát ilyet meg apát se tud. Sándor! Mi a rohadt életbe, bazze? Édes Istenem! De várjál már! Jó, a szénát szedi, mert ugye volt ott fű is, nehogy elkezdje szedni a füvet. Akkor megőrülök. Na. Figyeljetek, elvileg beburítok egy kis szénát, meg viszek be egy kis szilást, és akkor TTK-t elvileg tudja kivenni, vagy pedig várni kell vele? De viszont az állatoknak nem akarok mutatni majd dolgot. Mi volt ez? Bérköltségek. Jó. Jó, ez örül a bérköltségeknek. Örülök neki mindennek, gyerek. Viszont ez baromi jó, ez a ráncsó dolgozás. Hát ezt nem is gondoltam volna, hogy ekkora királyság. Ez azért kicsit könnyebb összeszedni a dolgokat, nem? Jó, de jó. Nagyon jó, gyerekek. Nagyon jó vagyunk. Jó, hát elvertünk egy csomó pénzt. 5 milliót. 13 millió volt. És még nem kerestünk egy kanyit se. Hát jó, mondjuk van egy kisebb földterületünk már, meg néhány traktorunk. Igazából alapvető dolgok megvan, mindegy, egyébként a permetező nincs meg, de 8 milliónál nem menjünk, jó? Nincs 8 millió alatt lehetőség. Már ne legyen az, hogy itt ilyen végtelen mennyiség. Egyébként az mi az a nagy ott? Az valamit szemengyár, oda nézzél, mekkora csöveg vannak ott, te Isten. Nem tudom, mit lenne érdemes egyébként termelni itt. Na mindjárt már viszem is bám, srácok. Egyébként miért nem szedte össze fúrra?
Középen mentem, nem bírt vele? Olyan erős nem bír vele, bazza. Na. Akkor ezt bedurrantjuk a szénához. Meg kövele rakja egy kis szilást. Ugye a középselbe. És akkor már az állatokra mehet akkor jó. Hát oda széna kell. Ide széna kell, ezt én csesztem el. Ezt én írtam, hogy a füvet, aztán közben meg nem fű. Nem széna kell oda ide, ugye? Jó. Jó. Hát ez a rész ez azért zajlik az életük. Egy dolgot még megnézek, mert pont így a kontextusban egy passzol. Hogy itt milyen szituáció? Oda nézzetek, gyerekek. Ez mekkora király ötlet volt ez a dolog itt. Meg széttiportuk már. Jó vagyunk. És mindig mondogatom, jók vagyunk, és akkor így írjátok, hogy hát, mert olyan egoista vagy, de ez nem azért, mert egoista vagyok, hanem így azért mondom, hogy fú, tök jó, érted, ez egy ilyen jó haladás. Ezt így meg akartam volna nyitni. Nem engedi tovább nyitni? Csak hogyha elkapartam a maradékot, vagy ez hogy van? Ez magától nyílik? Na, erre kíváncsi vagyok, hogy ezzel mi lesz. 20 akárhány ezer literes kanállal a gyerekek itt felkapol a világot is. Oda néz. Ez aha, magától nyílik, azt hittem, hogy nem. Na, mi a szar van? Mi a szar van elkezdi? Nincs oda. Ez mindent is viszünk, gyerekek, oda nézzél. 25 ezer liter szilács. Mert azért az... Ennek is pályázzunk, na ugye? Na ez a bányagép, ez érzem, hogy jobb lesz itt egyébként. Rakhattam volna azt a keverőt közelebb, de nem, jó, ez így. Na ide bedölti a képről. És elvileg... Ezt én ide bedöntöttem. Akkor már... Ennek be kell kevernie, mert benn van mind a három összetevő, és én nekem innen tudnom kell kivenni TTK-t. Ugye? Yeah. Jó, sejtem. Mindjárt kiderül. Látod? Testvérem az úrba. Jó, ennyi? Mi a fa? Miért csak ennyi? Ennyi jön ki belőle? 5600? Egy csomó összetevőből? Most nem tudom mennyi fog, hogy ott a másik gond, de jó van. Hát jó van, nem baj, lesz még ebből több is, ne aggódjunk. Na. De legalább ma van kajájuk, e? Csak igen, nem fogja elhasználni, várjál, mert kellene marhát venni. Na, meg is mutatom nagyon gyorsan, hogy milyen érdekes dolgokat hoztam én ide nektek. Van itt egy ilyen, hogy ki tudsz építeni, ha nyomok egy olyat. 4300 dollárért, egy euróért, egy ilyen csővezeték rendszert ki tudsz, ami ellátja a teheneket. Ennek ugye van karbantartása 18 euró nap, és most víz 0 liter, igen. Igen, és azt írja, hogy reggel 6-kor fogják kiépíteni megrendelt vízvezetéket, és 16 óráig tart, míg kiépítik. Ez tök jó. Ez nagyon izé. Még 16 órán keresztül tart kiépíteni. Ez tök jó. Ja, igen, ezt mondtam már, hogy tök jó, viszont kellene vennem bérkákat, vagy teheneket. Ja, és hoztam, van egy ilyen is, egy ilyen számláló, egy ilyen tehén. Ja, és ezt el is tudom adni? Itt el is tudom adni, 2478 ér, nézzük meg mennyibe megy amúgy. Van egy ilyen számláló, tudod, most hogy figyelmet tudod. 2478. Igen, el tudod adni, tök jó. És mi az, hogy mivel szállítja, milyen járművel, költségek?
És gondolom az van, hogy elviszi az a jármű, és annak van költsége, és ugye az lehet, hogy levonás lesz. Ez tök jó, és hogy mennyi litert akarsz eladni. Ez nagyon adja. Hát tudjátok, van egy ilyen íze, egy ilyen hozzáadódott. Ez tök jó, ezt imádom. Na viszont kellene tehenet venni, vagy valami csodát. Új tehenet vegyünk, vagy használt tehenet? Nem tudom, használt az miben nyilvánul meg. Na, csak vieskedek. Mozgatás. Igen, amennyi belefér, nem? 50 darab az. Tudom, hogy majd megtellene, de most 50 teljén kiadom azt a lóvét, nem baj, gyerekek. Hűha, az ó, megtelt. Jó, van, hogy szó köz. 7,9 milliónál vagyunk, 8 milliónál nem megyünk, mi? Hát hogy ne. Na, figyeld, van 50 teljén a keepernek, már ezt akkor mit csinál? Ezt, lehet, hogy ezt föl kéne merni, és akkor újra beönteni, mert itt hülyeséget csinált a keeper, ugye? Jó gondoljuk. Mert ugye most már azt hiszem, hogy beengedi neki önteni talán. Ugye eddig a földre öntöttem csak. Jó. Egyébként pont nem jó, hogy itt van egy ilyen dudor, mert így eléggé szar felszedni, oldalról kellene. Megpróbálja a képen. Ó, jó, hogy sikerült, 111. És akkor meg kéne nézni a teheneket, hogy hogyan állnak. Na. Igen, van nekik teljes takarvány keverék, ami a legjobb. A víz az ugye ki lesz szépítve egy csőrendszer nekik. Megrendeltem már, a tisztaság az jó. A szalma nulla. Tehát a szalma nulla, a szalmát akkor megpróbálom beönteni nekik ezzel. Jó? És megnézzük, hogy mi fogyott el. Valószínűleg a szilás. Akkor igazából a szilásból rengeteg kell, úgy látom. Én azt hittem, hogy ugyanannyi kijön legalább azért. De mi? Az itt van 25 ezer liter, most meg már engedte. Lehet, hogy nem volt megdöntve teljesen hátrafelé már. Ó, hát akkor van itt teljes takarmánykeverékünk, gyerekeny arok nekik bőven. Hát ez nagyon kira. Megnézzük, 25 ezer literre meddig fog föltelni. És nem gyorsan. Ó, te 30 ezer literre még csak alig van nekik. Úgyhogy a maradék, az összeset kikére nekik odagolni. A víz az úgyis most egy kicsit hanyatlásban van, a szalmát be kéne neki öntözni. Ez a gép egyébként ez itt tök jó, szerintem ez így nagyon használható. Egyelőre bőven. De én nem írja, hogy mennyi van. Ja, mert azért nem írja, mert ez úgy keveri ki mindenképp, ugye? Várj, elvileg, a izolyban sem írja ki itt a silónál, nem valószínű. Itt van, hogy mennyi van a silóban, 10500 van, látjátok? Szalmát kellene nekik bevinni. Megpróbáljunk a hamsterre összekapni szalmát és azzal beönteni, megnézzük, hogy úgy működik-e, nem? Jó, ez így öntse ide. És akkor a hamsterre meg megpróbálunk szalmát bevinni neki. Azt meg hol kell beküldeni? Ott, elő. Na megnézzük, hogy ez hogy működik. Hát figyeljetek, ezekre rá kell jönnöm, mert igazából ha csináltam is iszonyat régen, hát nem szoktam én elnézkedni a Farming Simulatorba. Akármennyire is úgy gondoljátok, hogy hú, de hülye voltál Keeper, de ez így van. Nem, hogy hülye voltam. Bocs, hogy egyébként ennyi mindent belecsúfoltam ebben a részben, de úgy gondoltam, hogy kicsit föl kellene ne pörögni, nem? Ja, viszünk be neki egy hamster szalmát. Tök jó egyébként, hogy ezen a két területen mindent megtermelsz az állatoknak, nem? Mármint a szarvasmarhának. A vízvezeték, azt meg pontosan nem tudom, hogy működik, de majd meg fogjuk látni. Elvileg valamilyen, tényleg ilyen vízellátó rendszer. Azt hiszem, hogy talán esővíz tároló lesz, és abból fog kijönni egy cső, gyakorlatilag rendesen föl fog épülni hozzá egy ilyen közmű, látható is lesz. Tehát az ólathoz hozzá fognak építkezni. Ugye a vizesek jönnek majd a vízműtől. De majd mindjárt meglátjuk. Hát ezt meg, ahogy arattam, öcsém, ez egy érdekes dolog lát. Hát ezt meg ugye el kell vetnem búzával, vagy pedig azt kell csinálnom, hogy majd egyszer nyomok egy fullos izét, mit tudom, árpát, és akkor lesz annyi szalmám, mint az Isten nyila. Nem? Valamit majd kitalálunk erre.
ez pontosan hogy valósuljon meg. De ennyi marhának szerintem egyébként elég egyelőre. Ja, meg kéne vizet bevinnem a ézenébe, az aranyhoz, de az úgyis csak időpörgetés előtt. Jó, mindegy. Meg ugye el kéne adni majd a gabonákat, hogy jöjjön be egy kis pénz. Neki kellene állni, drogot termeszteni. Gyerekek, gyerekek, nem egyszerű a lél. Na, megpróbáljuk ezt beölteni nekik. És akkor meg lesz nekik minden. Most a víz nincs meg nekik sajnos, így jártak. Hát legelni azt nem igen fognak tudni azon a helyen, de hát ez van, gyerek. Na. Én. Elvileg ide be lehet önteni. Én úgy gondolom. Aha. Nem kell befúvatni, igazad volt, köszönöm szépen. És akkor a szalma, ami ugye oda kerül alájuk. És gondolom ebbe ez a szalma, hogyha elkosztosodik, az kerül ugye oda ki oldalra. Hát ez tökéletes. Mennyi fér be neki? És meg van terítve az egész szaljuk. De jól néz ki. Jó. Viszont csináltam azt, hogy kirakási deck jöntöm, és akkor ugye majd szépen belapátolom, vagy valami lesz. Hát azt itt ellátom őket itt. Ó, ez jó. Jó megoldás. Tetszik. Akkor szalmaz van nekik végtelen mennyiségű, vagyis nyílen van. Víz az nuku, teljes takarmány keverék az van. Figyelj, a teljes takarmány keverék elvég 100%. A szél, a szílás az csak 75% lenne, a fű a legszarabb, az 25%. Tehát 100% hatékonysággal fog majd működni mindjárt a dolog. Szóval jók lesz ő. Oké, gyerekek, akkor ez elindult. Ez elindult, kilapátoljuk, addig bőven beordjuk majd a másikba a füvet, hogyha lesz szénát, az beordjuk oda. Jó, van itt munka bőven, de úgy látom, hogy egész jól haladunk. Meg ugye elkezdünk közbe aratni a következő részben már mindenképpen. Mert itt azért van mit aratni, meg ugye ezt össze lesz szánva. Az Isten tudja, milyen hosszú földeken, tök jó. Meg még ráadásul ez már megtellett. És ugye vihetném föl a izébe. Nézzük meg, várjál, Ctrl-G-vel. Nem tudom, hogy melyik a izé. Ez rohadt. Nem tudom, hogy melyik az. Diesel. Nem az volt? Gold! Mind van? Gold processzor. RAM materiál, 2, final product, 2, active factory, és nem, ugye nem megy. Itt van-e? Aha, és itt írja is. Dört az mennyi van? Water nincsen. És ugye az kimeneti oldalon, meg már az a tailings, az van belőle egy csomó. Egyébként ezt a tailings ebből rengeteg termelődik, és ezt el is tud lehet adni elvileg. Várjátok, mi volt ott még fönn a Ctrl-G-nél? Ez mi? Dynamic storage, raktárok. Message. Igen, jó. Mit akartam megnézni? Bazza, mit akartam megnézni? Ja, a tailingsnek az árát. Hogy az megy. Csak aztán melyik az, bazze? Az, hát talált ki, érted? Az jó van, oké. Okay. Na, akkor most tök meg vagyunk lőve. Tabák, erzé. És akkor melyik? Melyik az? Gyerekek, melyik az? Melyik az? Melyik az? Nem tudom melyik az. Tényleg, esküszöm. Nem ez? Úristen, ezt honnan tudom meg? Ez nem... Lehet, hogy ez... Nem tudom, melyik az, baze. Ó, de jó. Hát ez fogalmam sincs, ez nem tudom. Esetleg megnézed az ikonját, ugye? Ja, úgy meg tudnám nézni, ugye engedek ebbe a valamibe, vagy bármibe. És ott megnézem ott beoldalt az ikonját, és akkor ugye már be tudod azonosítani. Például ugye látni, hogy ennek a... Ez például... Ez. Nem tudom, ez a szója. Úgy van. De mondjuk azt meg tudjuk nézni, mert a tailings be van raktározva nekem, vagyis van valamibe. Bár azt lehet, hogy nem mutatja. Igen, azt nem mutatja, mert nem raktározva, hanem bele van szórva oda. Abba a gépbe. Hát igen, így most ezt nehéz kideríteni. De egyébként nem annyira nehéz.
Oké, gyerekek, jó van, gyerekek, szuper. Szuper, 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 nem is ismétlem magam. Mi jó van, gyerekek, jó van, gyerekek. Viszont ez is tök jó, hogy ugye látni, hogy mennyi tej van, meg ilyesmi. Hát reggel 6-kor, ugye holnap következő részben kiépül, kijönnek a vizesek, azt meg fogja, csinálják már a vizerlátásunkat. Na, ugye jó. Itt meg mennek a dolgok ezerre. 50 darab marha, ne vicceljél. Ezt mind az alacs. Oké, srácok, itt meg ezzel ugye vissza is tudom dobni nekik majd a kaját, hogyha úgy van. Szóval én nem lesz itt semmi probléma. Jó, gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet, remélem tetszett a rész, megpróbáltam pörgősen mindenfélét belevinni, hogy egyáltalán a legkisebb, kevésbé is se legyen unalmas. Következő részben várlak beleteket, megint egy csomó videót fogunk csinálni, összeszálltás, minden. Egyébként ezt a földet, ezt mindenképp a 11-est, várjál, nézzük meg a földek. A 11-est, és a 11-es végébe várja. A 11-es végébe, hadd nézzem már meg gyorsan, mert nem bírom ki, hogy ne nézzem meg. A 11-es végébe itt még van ennek a területnek, van egy kis zöldes része. Megnézzük, hogy az is mennyire jó, és azt el lehetne szántani. Ha itt ez. Aha, ezt is hozzá lehetne szántani, látod? Itt, a 11-eshez, és akkor így egybe hozzá lehetne szántani, így, a 23-assal, és akkor így eljönne eddig, meg a 11-es egész a vasútig, így végig egészen, és így az egész, de várj, rázumolok addig. Tehát, a 23-as jobb oldali sarkától a 11-es, ugye ez még hozzátartozik, ezt most nem veszem meg, de akkor hozzátartozik, most egy kékkel, így, ami most zöld és kék, az az egész szántó lenne. Így. Dír. Egy darab föld lenne. Összesen lenne be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 föld, meg utána akkor még hozzászántanám a 10-eset, 9-eset, meg még ezt is, meg még ezt is, és akkor így... és akkor egy akkora föld lenne, öcsém, itten akkor lehetne termelni. Ha kell valami, akkor bum. Érted? Ez egy, szerintem ez egy jó megoldás, mert miért ne? Meg ugye lehetne 24-es, 17-es, 18-as összeszántani, az is lenne egy elég nagy föld, ott is mondjuk termelni valami csodát. Jó, elbúcsúzom, gyerekek, köszi szépen a figyelmet, rohadt hosszú lett a videó, jók legyetek, sziasztok, csácsubi!